Ács Rezső polgármester érkezik a Szekszádi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolájába az idekért védő felszerelés mennyiséggel. A város valamennyi a területén működő középiskolának felajánlotta a segítséget az érettségi és a záróvizsgák biztonságos lebonyolításához. Volt, aki nem élt vele, mert kellő mennyiségben ellátott, voltak viszont, akik elfogadták a segítséget. Több Szekszádon működő intézményi a Szakképzési Centrum, az esély, illetve a Kolping iskola jelezte, hogy megköszönik, és szívesen vennék ezt a felajánlását a városnak, az önkormányzatnak. Ennek a segítségnyújtások keretében összesen a szakvizsgák sikeres lebonyolítása érdekében, ami pénteken kezdődik egyébként, mint egy 880 darab szájmaszkot, egyszer használatos szájmaszkot biztosítottunk a három intézménynek, illetve 220 pár kesztyűt, valamint fertőtlenítőszert. Ács Rezső elmondta, fontosnak tartják, hogy lehetőségeik szerint a kötelező feladataikon túl is segítsék a szekszárdi vagy szekszádon tanuló gyerekeket, hogy biztonságban a vizsgák sikerére tudjanak koncentrálni. A Szekszádi Szakképzési Centrumban most az érettségig zajlanak, utána pedig már a szakmai vizsgák kezdődnek. Dömötör Csaba kancellár elmondása szerint a hozzájuk tartozó Tolna megyei iskolákban közel 1000-en vizsgáznak majd a következő időszakban. Szekszárdi viszonylatban ugye három iskolánkban olyan körülbelül 370-380 tanuló fog várhatóan vizsgát tenni. A jövő hét, illetve hát itt pénteken kezdődik az Adiba, és azt követően pedig a jövő hét folyamán már folyamatosan mennek a vizsgáink. A centrum egyébként saját készlettel is rendelkezik, így ha kell, ahhoz is tudnak nyúlni, illetve az iskoláik nem csak kapnak, hanem adnak is. Az egészségügynek és önkormányzatoknak több száz 3D nyomtatóval készült arcvédő pajzsot készítettek néhány hete. Szekszárd polgármestere Ács Rezső azt mondja, a következő időszakban is szerveznek majd a mostanihoz hasonló akciókat, azt már főként az időseknek és a kisgyermekeseknek.